A napokban az Országos Vadászkamara szóvívője arról számolt be, a 2019-2020-as vadászati idényben közel 16 ezer nagyvad pusztult el gázolás következtében Magyarországon. Bár évről évre egyre több figyelemfelkeltő tábla és jelzés segíti a vadak védelmét, a balesetek száma nem csökken. A vadállományban keletkezett kár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több 10 millió forintban volt mérhető tavaly. Nagyságrendileg ilyen 220 és 250 közötti eset az, amikor a rendőrséget értesítette a gépjármű tulajdonos, hogy egy vadat ütött el. Nyilván ettől magasabb a szám a tényleges vadelütések esetén, mert ha nem történt az autóban érdemi kár, akkor nyilván a rendőrséget nem értesítik emiatt. Különösen azokon a helyeken jellemző ez a vadelütés, ahol egy új útszakaszt adnak át, ahol eddig esetleg nem volt semmiféle út, mondjuk itt a Nyíregyházi elkerülő utak esetében ez nagyon látványos volt, ugyanis itt a vadnak teljesen ismeretlen ez a objektum, és ugyanúgy közlekedne szegény rajta keresztül, mint amíg nem volt ott, és bizony-bizony nagy részét ugye elütik, míg aztán a túlélők megtanulják lassan, hogy oda nem szabad rámenni, és akkor utána már a következő generáció óvatosabb, és csökken a baleseteknek a száma. A vadelütések felmérését Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már 2 éve egy országosan is egyedülálló rendszer segíti. A rendőrség egy digitális térképen látja a megye vadászterületeit, amelyen a vadászkamara az adott helyen szolgálatot teljesítő vadásztársaságok elérhetőségét is közzétette. Így amikor a rendőrség balesetről kap bejelentést, az ütközéshez legközelebb tartózkodó hivatásos vadászt is értesíti, a helyszíni vizsgálatokat pedig már rendőr és vadász közösen végzi. A megyei vadászkamara titkára elmondta, egy vadelütés felelősségi kérdése a legtöbbször egyértelmű. Mivel az autóvezetés és a vadászat is veszélyes üzemnek számít, így baleset során a sofőrnek és a területileg illetékes vadásznak is a saját kárát kell rendeznie. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor más ok vezet az ütközéshez. Ott tud izgalmassá válni a helyzet, amikor valamelyik fél vétkesen hozzájárul ahhoz, hogy ez a baleset létrejöjjön. Ha például az autós a sebességkorlátozó tábla és a vadveszélyre felhívó tábla ellenére is túl nagy sebességgel hajt, és emiatt nem tudott megállni, akkor jogszabály szerint ő volt a vétkes fél, tehát nincs jó alapja, hogy követelje a kárt, hiszen ő idézte elő ezt a káreseményt. Ellenben, hogyha a vadásztársaság mondjuk pontosan az út irányában folytat vadászatot, mondjuk egy apró vadhajtást, és emiatt ugrik ki az útra egy őz az autó elé, amit ott elütt, és ez nyilván bizonyítható, akkor a vadásztársaság az, aki egyértelműen felelős, hiszen az ő ráhatása miatt került oda a vad az útra. Ha valaki vadat lát az út mentén, akkor lassítania kell, vagy ha nagy vadról van szó, teljesen megállnia. Ha megtörténik a baj és a kocsi elé ugrik az állat, vészfékezés szükséges, de semmiképpen sem szabad félrerántani a kormányt. Fontos ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy az elütött vad elvitele lopásnak minősül, az ugyanis állami tulajdon, amivel kizárólag a területileg illetékes vadásztársaság rendelkezhet.